Molnár Janka Sára vagyok, az ELTE elsőéves fizika szakos hallgatója. Én már számos alkalommal jártam CERN-ben, néha résztvevőként, néha pedig szervezőként. Ezek az utak azért nagyon zseniálisak, mert legtöbbször nem csak a szakmabeli emberek értik és értékelik és élvezik, hanem hatalmas élmény nyújtanak a laikus diákok számára is. Az idei 5 napos CERN-i út is egy ilyen volt, nagyon sok diákkal mentünk és nagyon élvezték. Rengeteg mindent tanultak, a tárgyi tudásuk gyarapodott, de emellett természetesen mindenféle egyéb más skilljük is erősödött, csapatban is dolgoztunk, rengeteget beszélgettünk, vitáztunk, szóval tényleg egy zseniális utat tudhatunk magunk mögött. CERN-ben rengeteg látványosságot meglátogattunk a sima kiállítások mellett. Voltunk az SM18 mágnesgyárban, például ott is rengeteg érdekeséget hallhattunk a mágnesekről, a szerepükről, a feladataikról. Aztán lementünk a CMS-hez. Ez egy nagyon-nagyon nagy ritkaság, és eznek nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok nem csak én, hanem a többi diáktársam is, hiszen ez tényleg elég kevés diáknak adatik meg, hogy a tavaszi leállás idején meglátogathatja a CMS, a nagy detektort. Illetve természetesen nem csak CERN-ben voltunk, hanem voltunk Genfben, város, néztük, meglátogattuk a környéket, kicsit túráztunk, szóval nem csak egy echte szakmabeli út volt, legfőképp természetesen erről szólt az út, hiszen rengeteget tanultunk és gyarapodott a tudásunk, de ezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tényleg a kulturális ismereteket így bővítsük a gyerekeknek.